Sziasztok, egy újabb hosszabb túrára indulok el. Most kezdtem nemrég, tervezek egy minimum 10 kilométeres szakaszt lenyomni. Meglátjuk, hogy mi fog ebből teljesülni. És akkor elindultunk. Szerintem egy 2 órát rá fogunk szállni erre a túrára, és későbbiekben bejelentkezek. Folyamatosan nem fogom fölvenni, csak ilyen szakaszokba fogok bevágni felvételeket. És akkor ez az indulás másodpercei. Négy perce megyek, és eddig 350 méter tettem meg. Ki fogok menni itt a lakótelep közül, és a Dunaparton teszek egy hosszabb sétát a római parton. Közben majd készítek felvételeket, mert nagyon szép itt ősz időben a sárguló falevelek, hulló falevelek. Természetesen készül majd 360-as felvétel is, és azt is be fogom vágni, illetve be fogom így a videó leírásába majd linkelni. Úgyhogy haladunk tovább, folytatjuk az utunkat. Száz méternél járunk. Kicsit elmegy a hangom. Vagyunk itt ki a főúton, kifelé, egész a Dunapartig. A házak között majd elmegyek. Nagyon szép kis park, szerűen meg van csinálva az a tuja tőve alatt. Így látható volt talán. Kimenjünk a lakótelepi rész közül, úgy is lehet mondani. Szóval kimegyünk a lakótelepről, lemegyünk a Dunapartig, és ott a római parton végig a sétáló részen fogok tenni egy túrát. Itt levágom ezt a kis szakaszt, és megyünk. Egy jó 2 hét is. Szerintem teljesen csupaszak lesznek a fák. Úgy esténként lemegy 10 fok alá. Estésen 5 foknál nem volt több. Az gyorsan le fogja a leveleket húzni a fáról. 2 hét múlva fogok jönni, vagy erősen sárgák lesznek, vagy már szinte alig lesz a fákon levél. Meglátjuk, hogyha tudok időszakítani 2 méter múlva is egy ilyen kis túrára. Lassan kiérkezünk a lakótelep szélére, de még mindig nincs meg az 1 kilométer. Hiába lakótelepi rész, azt gondolod, hogy milyen nagy, de közben nem is olyan túl nagy. Körbe sétálva egy lakótelepet szerintem az nagyjából 10 kilométer lenne. Vagy nem. Na, haladunk kifele. Legtöbb háza Pornál programban megújult, megszépült, és ilyen szép borításokat kapnak. Szerintem jobban néz ki, mint ez a 70-es évekbeli szürke színvilág.
Nekem jobban tetszik legalábbis. És akkor itt a strand mellett majd le fogunk menni. Kicsit távolabb van az utca. Ne lesétáljuk. Ott már távolba látható is a gát. Az a fehér csík ma a betongátnak a felső része. Ott fogunk sétálni. Kicsit szeles az idő. Remélem nem fogja túlfújni a mikrofont. Kicsit próbálom leárnyékolni. És most megyünk le a római parthoz. Erre van a lakótelepi rész. A szélén vagyunk. Itt a római strand utcájába fogunk lemenni. Őszi látkép. Hát az úton most nincs akkora forgalom. És akkor haladunk lefele az úton. Közben kaptam egy üzenetet. Nem lényeges. És haladunk le. Talán már megvan, igen. Itt járok most, nem tudom mennyi látszik. Elsötétült. Hát ennyire tudom mutatni. Majd mondom, 1,21-nél járok éppen. Nézzenek oda. Jelzőlámpát telepítenek ebbe a csodás kereszteződésbe. Hát ez el kéne máshol is. Ez annyira nem volt durva kereszteződés, de most a pár nap alatt telepítették, vagy pár hét alatt. Két hete még csak a helyét láttam. Mondjuk, hogy egy hónapon belül települ a jelzőlámpába a római strand utca, tehát a római fürdő utca végén lévő utolsó kereszteződésnél van ez a lámpa. Itt a strand, ami most be van zárva. Hát hiába erősen ősz van, és ott már a gát van. És ott fogunk bevenni a belváros irányába, amit természetesen azért nem fogunk érinteni. Ez a római strand. Úgyhogy csapatjuk tovább. Értük a Dunapartot. Itt is csinálják a tereprendezést. Parkocskát csinálnak. Meglátjuk, milyen lesz. Szépül a város. Igen, itt elég csupasz rész. Valamit jó ötlet tényleg kitalálni ide, amit dekoratívába teszi a partszakaszt. De szinte alig vannak a parton. Mondhatni szinte senki nincs. Lassan végig ér a gát. Elvisz, hogy ide teszik az oszlopokat. Ezzel tudják majd magasítani. Amúgy a Szent András szigetnek a végén vagyunk. Túl a Megyere hídon. És itt már nincs sziget vég. Itt a vége. Ilyen mutatom, fák mögé érek, és ott látható másik vég az Kisoroszibó, ez meg itt Békásmegyer mögött. De lesétálok, és akkor megmutatom. Nem, még az is a sziget. Szerintem az a vége. Igen, az a vége. Kicsit eltájoltam, azt hittem a fák mögött van, de ez még a sziget. És ott a vége. Ott egy madár a vízen. Atyú!
Szerintem az. De így, hogy seggét mutatja, nem nagyon tudom megállapítani. És akkor haladunk, itt lesétálunk. Véget ér az aszfaltos rész is, és ott lesétálunk is itt a úton, megyünk majd végig. Itt nagyban mennek az építkezések. Vágó információ. A római partról lejöttünk a gátról. Egy, kettő. Lejöttünk innen a gátról, és itt a római parton sétálunk végig. Egy hosszabb szakasz, szerintem egy 4 kilométer oda, meg vissza, úgy alsó hangon. Szerintem ez bőven meg lesz. Menjünk rá építkezés mellett. Húzzák fel az apartmanokat, hogy elkészüljenek. De lehet, hogy éppen szálloda lesz. Nem tudom. Mondjuk valahol ki van írva, de annyira nem lényeges információ számomra. És akkor haladunk tovább. Kicsit nem filmezek folyamatosan, hogy tudjak egy kis tempót is menni. Jelen pillanatban 1,8 kilométert tettünk meg 22 perc alatt, szóval kameráztam is, fényképeztem is, úgyhogy kicsit hatékonyabb leszek, és következő bejelentkezés nagyjából, hogyha legyen loglok, minimum 2 kilométert. Úgyhogy onnan jelentkezek ismét. Kitérő egy kicsit a Dunapartra. Jó csendes, minden munkaidő van. Sehol a lélek. És távolva majd Momogyeri hídnek a pilonjai látszanak. Egyné járok. És akkor folytatjuk az utat, itt felmegyünk a partról, és egy nem darabig megyünk itt a parton, szerintem sokkal hangulatosabb. Itt most készítek egy pár 360-as felvételt is. De jól néznek ki, egy ilyen sárga levele a fáknak. Végig párkálunk itt a part mentén. Nagyon jó, hogy ilyen csendvilág van. És itt kint nosztalgiázik a stégen.